A fesztivál nyitó rendezvényén Gottwald Károlyra, a tolnán született fotósra emlékeztek azzal a kiállítással, melynek képanyagát halála előtt maga az alkotó állította össze. A Bárka Fesztiválra készült el a tolnaiak újabb büszkesége, az a kiadvány, mely összefoglalja a település történetét képekben és érdekes írásokban. A Bárka Fesztivál jelképekkel van tele, ilyen maga a bárka is, mondta a Peszhoffer Ágnes polgármester. Azt mondta, a város egész a számára fontos, hogy a Bárka Fesztivál visszaköltözhetett a felújított Dunapartra. Az ifjúsági fúvózenekar tagjai a környezetvédelem fontosságára akarták felhívni a figyelmet a PET palackokból készült bárkával. Egy társadalmi szerepe van minden civil szervezetnek, az, hogy megmutassa magát, az, hogy miről is szól, mit csinál, hogyan csinálja, megmutassa azt, hogy egész évben miért dolgozik, hogyan dolgozik, és hogy ezáltal is be tudja vonni a tolna lakosságát a civil szervezet élete munkájába, vagy vissza tudjon adni az a civil szervezet valamit abból, amit esetleg kap a várostól, a lakosságtól. Tolnán semmilyen népünnepéről nem hiányozhat a hal. A hagyományos halfőző versenyen majd egy tucat csapat bizonyította főző tudományát. A tolnai halászlé az egyik legegyszerűbb halászlé. Az, amire alapul, úgy, ahogy mondták, a hal, paprika, hagyma, stb. Örölt paprika. Tehát nincsen különlegesség benne. Az idei Bárka Fesztivál kísérő rendezvényeként hivatalosan is felavatták a megújult plébánia épületét. Avató beszédében Udvardi György, pécsi megyés püspök, veszprémi érsek arról is szólt, további terveik vannak a tolnai plébánia hasznosítására.